a róka és a héja. Legközelebb Rémusz bácsi ezzel fogadta a kisfiút. Utána néztem az ablakon, amikor elmentél tőlem. Láttam, hogy úgy ugrándoztál az úton, mint a róka, amikor le akarta vetni a hátáról a nyulat. És közben úgy ültem a nyerekben olyan délcegem, mint valami huszár, tette hozzá a kisfiú. Amit most mesélek, azt nehezebb lesz utánozni, mondta Rémusz bácsi. Amikor a héja meghallotta a nyúl hangját jó messziről, azt, hogy keresd meg magad, Rájött, hogy becsapták. A faderekán nincs nyílás, a nyílásban nincs kövér szürke mókus, de még a nyúl is kiszökött az odúból. Bosszankodott a héja erősen, hogy így rászedette magát. Tartott tőle, hogy a róka csúnyán lehordja majd, amiért futni engedte a nyulat. Elhatározta hát, hogy letagadja, ami történt. Gyorsan lehussant a fáról, és leült az odú nyílása elé, mintha ott ülne azóta is. Már jött is a róka az erdőn keresztül fejszével a vállán. Remélem nem várattattalak sokáig, mondta, hogy érzi magát a nyúl az oduban. Azt hiszem, semmi baj, válaszolta héja, nagyon csendesen viselkedik, talán elaludt a sötétben. No, majd én felkeltem, nevetett a róka, s azzal ingújra vetkőzött, markába köpött, két kézre fogta a fejszét, azután felemelte és lecsapott vele, csak úgy pattogott a szilánk a faderekából. Hát te ez mit szólsz, nyúlkoma? csúfoldott a róka. Még mindig azt tartod, hogy egy-két évig elérdegélsz ebben az oduban? A nyúl? Hol volt már az akkor? Persze nem felelt. Helyette gyorsan megszólalt a híja. Ujjjjjj, látom a nyulat, ott lakmározik bent az oduban. Nem sokáig lakmározik már, felelte a róka. És azzal megforgatta a feje fölött a fejszét, és akkorát csapott vele egyszer, kétszer, sokszor a faderekára, hogy víz hangzott bele az erdő. Röpködött a szétforgácsolt fakére, tágult az odunyílása. nyílása. Hol a nyúl? kérdezte a róka, mert hiába mereztette a szemét, nem látta sehol. Bent lapul az odu mélyén, bizonygatta a héja. Épp egy káposzta torzsát rákcsál. No jó, a róka megint megforgatta a feje fölött a fejszét, megint odavágott vele a faderekára egyszer, kétszer, sokszor. De ettől már úgy kinyílt az odó szája, hogy a róka meglátta, egy kevés fonyat muhány és száraz blogomban kívül, semmi sincsen oda bent. Ha a nyúl eltűnt, gondolta magában, akkor csak a héja lehet a ludas a dologban. Sokkal ravaszabb volt azonban sem, hogy elárulja, mit gondol, ehelyett így szólt. Csak ugyan, ott kuparaga a nyúl az odu mélyén. Dugd be a fejedet, nézd meg, mit csinál! A héja nem fogod gyanút, bedugta a fejét a nyílásom. Abban a pillanatban mögötte termett a róka, és elkapta a madár farkát, a híja csapkodott, a szárnyával szabadulni igyekezett, de a róka nem eresztette. Miért bántasz, a szimbora? kérdezte a héja ártatlanul. Nem vétettem én neked semmit. Nem, e? felelt a róka. Hát a hova lett? Mert az oduban nincs, és csak te tudhatod, hogy hová tűnt. Eltűnt, adta a meglepettet a héja. No de ilyet hol lehet? Alig, nem a te feneketlen gyomrodban. Ahelyett, hogy őrizted volna, felfaltad, pedig hát én akartam felfalni. Búbos banka legyen a nevem, ha csak hozzányúltam is, tiltakozott a héja. Bánom is én, akárminek neveznek, mondta a róka. Ha nem ehettem meg a nyulat, megeszlek téged, gyomrodban a nyullal. Mondta már, hogy nincs a gyomromban a nyúl. Akkor csak téged, magadat eszlek meg, a róka. Hát, ha mindenképpen végen van, sóhajtott a híja. Arra kérlek, hogy legalább forgass meg előbb. Jó erősen, csapd a fejemet a fához, hogy ne szenvedjek annyit. Ha csak ezt kell megtehetem, felállt a rókas, azzal szájában a madár farkával, sebesen forogni kezdett. A héja maga is segített, a szárnyával verdesve, a lábával rúkkkapálva. Addig pörgött a róka, amíg a héja farkából mind kiszakadt a toll. A madár, mihegy szabadnak érezte magát, magát felrepült a fa tetejére. A róka meg ott állt a fatövében, bambán egy csomó héja tollal a szájában. És a héja nem sajnálta a tollat, érdeklődött a kisfiú sajnálta egy kicsit, felelte Rémusz bácsi, de azzal vigasztalódott, hogy, hogy esztendőre úgy is kinő. Hát a nyúl, kérdezte a kisfiú, azzal mi lett? Mi lett volna? Ment a dolgára. Bizonyára jó vacsora várta, épp úgy, mint most téged. A kisfiú elindult hazafelé. Útközben megpróbálta azt játszani, hogy ő a róka, akinek a héja van a szájában, és ő a héja, akit megfogott a róka. Pörgött, forgott, csapkodott, rúgkapált, de igen lassan jutott tovább. Abba hagyta hát a játékot. Anya is kiáltott már a kiskert kapuban, hogy siessen. És úgy ment haza, mint egy egyszerű kisfiú,